Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Ahogy a felirat is mutatja, az MX felhasználó kezelő programocskával fogunk foglalkozni. Ez nem tér el egyéb rendszerek felhasználó kezelésétől, csak kapunk az MX-el egy kényelmes, professzionális, grafikus felületet. Az első gondolat az, hogy minek is ezzel foglalkozni. Telepítettünk, létrehoztuk a saját felhasználónkat, létrehoztuk a root felhasználót, kalapkabát. Ennél több kell, hiszen csak én egyedül használom a gépet. Igen, kell. Ennek két oka van, illetve három. Az egyik ok természetesen az, hogy érdemes létrehozni egy felhasználót csak azért, hogyha valaki szeretné használni a gépedet. Jön egy vendég megnézni a leveleit az interneten, nyilvánvalóan a saját fiókomba nem szívesen engedném be, hát be tud lépni, mint vendég. Beléptetem, mint vendég, és akkor meg tudja nézni azokat a dolgokat, amihez ő neki jogokat adok, azaz mondjuk internetezni tud. Ez egy nagyon fontos dolog. Egy elszeparált részbe fog ő tudni dolgozni, ami nem érinti az én egyéb dolgaimat, azaz még egy felhasználó mindenképp kell. Miért kell még egy felhasználó esetleg technikai okokból? Azért, hogy legyen egy tartalékod. Ha bármi történik véletlenül, a te home könyvtáraddal elkezdesz össze-vissza törölgetni, és utána nem indul. A gép elindul, csak te nem tudsz bejelentkezni. Akkor hát valami munkát el kellene végezni, valahogy vissza kéne ezt állogatni, vagy esetleg közben még dolgozni is. Tehát ha van egy tartalék felhasználód, akkor természetesen el tudod végezni az esetleges napi feladataidat, és utána visszaállíthatod a saját megszokott felhasználói fiókodat, azaz egy tartalék is jó. Miért kell a harmadik ok miatt egy tartalék felhasználód? Őt nem tartaléknak hívnám, hanem tesznek. Ha van egy bejáratott rendszered, ami az igazából nem szívesen nyúlnál, nem szívesen rontanád el a konfigurációdat, akkor jó, hogyha van egy tartalék felhasználó, aminek legyen a neve teszt, és belépsz teszt felhasználóként, és utána ott valamilyen program módosítást, valamilyen konfiguráció módosítást, ami a user, tehát a felhasználói szinten megengedett, tehát a saját könyvtárába megengedett, azt megcsinálod, és utána, ha az jó, akkor átteszed a saját fő felhasználói fiókodba, és utána már élvezed annak az előnyét. És ha mégse nem jó, akkor nincs vele gond, nem kell visszaállogatni az eredeti állapotot, amit lehet, hogy 5-10, 20, 30, 40 lépésen keresztül konfiguráltál, hanem egyszerűen fogod azt a szerencsétlen teszt felhasználót, egy mozdulattal kiírtod, eltünteted a könyvtárát, és utána megint létrehozol egy teljesen üres, eredeti felhasználót teszt néven. Azaz tesztelése, kipróbálása nagyon jó, ha nem a saját fiókodat barmolod szét, hanem esetlegesen van egy teszt, ami bizony-bizony akármikor eltüntethető. Ezek a gondolatok nagyon jó gondolatok, és én amióta úgy csinálom a teszteléseket, próbálgatásokat, beállítgatásokat, hogy egy tesztfelhasználóként, vagy esetleg egy teszt telepítés alatt teszem meg, azóta sokkal kevesebb probléma van a rendszerrel, mert ami nem működik, az nyilvánvalóan az éles felhasználó, hogy az éles telepítés alá nem viszem át. Logikus gondolat. Nézzük is meg, hogy hogyan készítették el ezt a logikusan felépített, pofon egyszerű kis programocskát, amivel az összes usert, felhasználót kezelni tudsz, és minden olyan feladatot el tudsz látni, ami számodra fontos, grafikus felületen, azaz, természetesen terminálból ugyanezt meg lehetne tenni, de nyilvánvalóan, aki MX Linuxot használ, az szeretné élvezni az ajándékba kapott jó kis programocskát. Nézzük is meg, a neve felhasználókezelő, rákattintunk, megadjuk a jelszót. A jelszó megadása nem csak azt jelenti, hogy te begépeled azt a pár karaktert, ami a jelszót, természetesen nem három darab a betű, hanem akármi, de normális legyen, hanem egy lelki előbrelépés is, egy felelősséggel való előbrelépés is, hiszen most már adminisztratív jogokat kaptunk. Nézzük is meg a User Manager mit fog nekünk mondani. Az első gondolat nagyon egyszerű. Adhatunk hozzá egy felhasználót, megadod a nevét és kétszer a jelszót. Semmi extra nincs benne,
Létrehozzuk a teszt felhasználót, legyen a jelszava egyszerűen teszt, és legyen a jelszava egyszerűen teszt. Látható, egy picit megzöldül, tehát nem ütöttünk el semmit, létre tudjuk hozni és alkalmaz, és már el is készült, a teszt felhasználunk, és hozzáadhatunk még egyet. Meg tudjuk változtatni a jelszavakat, tehát bármelyik felhasználónak, mivel most emelt joggal dolgozunk, megváltoztathatjuk a jelszavunkat, a rootét megadtuk telepítéskor, a Laci, ez én vagyok, ez a fő fiókom, ebbe dolgozom, ennek a jelszavát meg tudnám változtatni. Időnként még a saját gépet, hogyha otthon van, és biztos, hogy senki nem nyúl hozzá, annak a jelszavát is periódikusan érdemes megváltoztatni, illetve az új felhasználókat tesztnek a jelszavát is meg tudnánk változtatni. Értelemszerűen kiválasztod azt, aki, és megadod kétszer egymás után ugyanazt a jelszót, ami új jelszónak szeretnél. A következő gondolat természetesen az, hogy ki tudod törölni a felhasználót, látható, a rootot nem tudod legyilkolni, csak a Lacit, meg az előbb létrehozott tesztfelhasználót, és utána elgondolkodhatsz azon, hogy csak azt szeretnéd, hogy a felhasználó ki legyen törölve, tehát ne tudjon az az emberke belépni a rendszerbe, vagy az egész az ő általa birtokolt home részt, az ő home saját könyvtárát is szeretnéd letörölni. Arra azért felhívom a figyelmedet, hogyha több felhasználót is használsz a gépeden, vagy több ember is használja a gépedet, azért nézd át a home könyvtárának, vagy akiét ki akarod törölni, annak a tartalmát, nehogy kitörölj olyat, amire szükség lehet. Azaz, hogyha itt beállítom a Laci felhasználót a törlésnél, és rábökök ide, hogy törölt ki a home könyvtárát, tehát az ő otthoni könyvtárát, azt a részt, amiben ő dolgozhatott, az ő konfigurációját, az ő dokumentumjait, hogyha az alá, könyvtár alá vannak bekötve a doksi könyvtárak, akkor azokat véglegesen töröljük. Erre mindenképp figyelj, bár vissza lehet állítani időnként, nem mindig, kitörölt dolgokat, de gyakorlatilag egy kezdőnek, egy középhaladónak ne legyen az az életcélja, hogy össze-vissza törölget, aztán úgyis vissza lehet állítani, mert nem fog neki sikeredni. Természetesen megadhatjuk azt is, hogy ha nem tetszik nekem az a név, hogy Laci, akkor lehetek akármi más, tehát átváltoztathatom, megváltoztathatom a felhasználói nevemet, mondjuk Laci 2-re, vagy a tesztet megváltoztathatom próbára, akármi, azaz kiválasztom és megadhatom. Itt láthatóan minden olyan feladatot el tudtunk látni, ami az adott felhasználókkal kapcsolatos. Arra figyeljetek, hogyha itt kiválasztott mondjuk a rootot, amíg egyiknél valami be van jelölve, odáig a másikkal nem tudsz dolgozni, tehát nem tudod például kicserélni a Laci jelszavát, meg törölni egyszerre a Laci könyvtárat, vagy megváltoztatni a Laci felhasználót. Azaz erre figyeljetek, logikus, csak az elején, amikor az ember nézegeti ezeket a dolgokat, bent maradhat, itt mindenhol annak kell lenni, hogy nincs. Tehát avval a feladattal nem szeretnél foglalkozni. A következő fül a beállítások fül. Ez egy nagyon egyszerű dolog, nem a felhasználót állogatjuk, hanem vissza tudunk állítani egy-két dolgot, azaz az eredeti indításkori alapbeállításokat vissza tudjuk adni az adott usernek, azaz, hogyha szétkonfigurált valaki egy MX rendszert, ezzel jó részt egy csomó alapbeállítást vissza lehet állítani, azaz megmondjuk, hogy kit, ő a teszt felhasználó, ővele lehet játszani, hiszen egy teszt könyvtár, üres home könyvtár alapbeállítású, visszaállíthatjuk az alapbeállításokat, hogyha ezt bepipáljuk, illetve a Mozilla, Firefox és testvérei beállítását vissza tudjuk állítani. Gyakorlatilag ez majdnem olyan, mintha egy új felhasználót hoznál létre. Azaz, hogyha elrontasz egy felhasználót, szétkonfigurálod, és hát igazából nem tetszik már, amit csináltál, ezzel vissza tudod állítani alapbeállításra. Hozzá kell tenni, hogy nem minden programot fog visszaállítani,
Tehát arra figyeljél, hogy ha te telepítesz egy csomó programot, nem mindegyiknek az alapkonfigurációja fog visszatérni, csak az alapprogramokat tudja ezt kezelni, illetve a Firefoxot, amit én igazából már nem használok. Illetve itt állogathatjuk az autologint, illetve a jelszót kérek felkiáltású dolgot. Én azt mondom, hogy mindenképp a jelszót kérek a beléptetéshez elvet kövessük, még akkor is, hogyha ez nem túl kényelmes az első időbe, hanem hát macerás, hogy beköpötyögni azt a pár betűt, számot vagy karaktert. Jelszóként még egy 3 darab A betűs jelszó is biztonságosabb, mint az, hogy elindul a géped, és abban a pillanatban beléptet a te fiókodba, és utána bárki ezt meg tudja csinálni. Gyakorlatilag erre nagyon figyeljél, az a pár pillanat, amíg a jelszót megadjuk, természetesen nem olyan hosszadalmas, nem olyan macera, nem annyira idegesítő, mint a jelszó nélkül, ha valaki be tud mászni a gépedbe, aztán csak úgy viccből kitörölget ezt-azt, vagy viccből tönkreteszi a beállításaidat. Erre nagyon figyeljünk. Oké, tehát ez egy fontos elv, egy több felhasználós rendszer, nem azért készült, hogy jelszó nélkül lehessen beugrabugrálni, hanem azért készült, hogy jelszóval fiókokat hozzunk létre, usereket hozzunk létre, és azok elszeparáltan tudjanak dolgozni. Nem azért találták ki a Unix rendszeren, a BSD-n, a Linuxon, meg még egy csomó egyéb rendszeren azt, hogy van felhasználó, van csoport, van egyebek, kinek mihez van milyen joga, hogy szívassák a kezdőket, hanem azért találták ki, mert ennek van logikája. Gyakorlatilag, mivel jellemzően mi saját géppel dolgozunk, értelemszerűen mindenhez hozzáférünk, de ha már még egy felhasználó kerül a gépünkre, akkor már van lényege a szétválasztásnak, és van lényege a jelszónak, akkor is, ha egyedül dolgozol a gépeden, ne tudjon bárki bármikor belelépni. Ez csak elméleti kitérés volt, de lényeg a számunkra. Mehetünk tovább? Copy, sync! Oké. Nagyon jó gondolat az, hogy van két felhasználód. Nyilvánvalóan másolni és szinkronizálni két felhasználót tudunk. Minek ez? Hát ez hülyeség. Hogyha van egy Laci felhasználó, miért másoljuk rá azt a felhasználói beállítást a tesztre? Vagy akármire? Első körben logikus, hogyha te beállítod magadnak azt a fiókot, ami tetszik és ugyanúgy néz ki, ahogy a te elképzeléseidbe szerepel programok, beállítás, minden egyéb, és szeretnél létrehozni valakinek egy ugyanilyen fiókot, akkor lényegesen kényelmesebb átmásolni az egész beállításodat az ő fiókjába, mind egyesével oda menni, és mindenfajta kisebb beállításokat egyesével megcsinálni. Logikus. Előfordulhat például az, hogy 3-4-5 felhasználót kell egyforma beállítással létrehozni, más név és más jelszóval, de ugyanaz a beállítás, akkor természetesen kényelmesebb egyet megcsinálni, és a többire meg csak rámásolgatni a beállítást. A másik gondolat a biztonság. Ha van elegendő helyed, és indítatásod arra, hogy mindenképp üzemképessé tedd a rendszeredet, úgyhogy a user be tudjon lépni, azaz te bármikor be tudj lépni, még akkor is, hogyha a saját fiókodat tönkretetted egy olyan környezetbe, amit ismersz, és pontosan megegyezik a megszokottal, létrehozol egy felhasználót, legyen a neve az, hogy Laci, mert engem úgy hívnak, és a másik felhasználó Laci 2. Létrehozom a Lacit, dolgozok vele, beállogatom, építgetem a rendszeremet, majd utána úgy gondolom, hogy na, most le kellene menteni, és rámásolom, összeszinkronizálom a Laci 2-vel, és hogyha a Laci 1-jel történik valami, az eredetivel, akkor ott van a tartalék. Egy ilyen tesztelési, kipróbálási gondolatokat is megosztottam az elején, arra is érdemes lesz figyelni. Azaz, meg tudod oldani azt, hogy átmásolod, meg tudod oldani későbbiekben, hogy szinkronizálod. Ez nagyon fontos teendő,
tehát kényelmesen megoldható mind a kettő lépés. A kérdés az, hogy mit szeretnél másolni, illetve milyen részeit a saját home könyvtárodnak. Itt el tudod dönteni első körben, hogy a home könyvtár bejegyzéseidet szeretnéd, ilyen beállításokat egy az egybe átmásolni vagy szinkronizálni a másikkal. A Firefox és testvérei beállításait is szeretnéd átmásolgatni. Hát nem tudom, hogy ebbe mi a logika, hogy ezt ennyire kiemeli, hogy a böngészőnek a beállításait is át tudja másolni, hiszen azért másképp is meg lehet oldani, hogy szinkronba legyen különböző helyen lévő gépekkel, különböző felhasználókkal a Firefox, vagy akár még böngésző. Na a lényeg, azt is át tudod másolni. A dokumentum foldereket, a dokumentum mappát is át lehet másolni. Nyilvánvalóan a dokumentum mappa azok a mappák, ami a dokumentum mappa eredetileg, illetve ehhez tartozó mappák, azaz, hogyha te létrehozol egy olyan mappát, hogy kiskutya füle doksik, azt nem fogja ő egy az egybe feltételezzen átmásolni, illetve természetesen a megosztott mappádat, a megosztási mappádat is át tudod másolni. Ha ezt elindítod, amit nem fogok elindítani, természetesen itt lehet látni a státuszát, milyen gyorsan vagy lassan fogja másolni, hát a mérettől, illetve a géped lemezett sebességétől függően villámgyorsan át fogja tolni az összes adatodat, az összes beállításodat a megadott felhasználónak. Alkalmazra bökünk, nem bökünk rá. A következő fül a csoportok, a groupsok. Mi ez? A csoport egy olyan lehetőség, amit a csoport tagjainak adunk meg. Például alapvetően van egy olyan csoport az MX Linux, meg több Linux alatt is, hogy sudo. Ha valaki beletartozik a csoportba, akkor van joga sudot használni, ha nem tartozik bele, nincs. Azaz ez olyan, mint az életbe egy-egy csoport. Ha te a csoport tagja vagy, akkor a csoport kiváltságait és kötelezettségeit viseled, ha nem vagy tagja, akkor csak nézheted kívülről, hogy ők mit csinálnak, de nem lesz jogod azt a műveletet véghez vinni. Azaz létrehozhatsz különböző csoportokat, és a csoporton belül megoszthatunk például dokumentumokat is, tehát hogyha A, B emberke beletartozik a csoportba, akkor egymás között megoszthatnak úgy doksikat, hogy a csoportnak megadhatják azt a jogot, hogy egymás doksiait megnézzék, vagy egyéb funkciókat, írásolvasás, egyéb funkciókat is meg tudnak osztani egymásnak a csoporton belül. Ami számunkra már egy kicsit érdekesebb, alapvetően én egyetlen egy csoportot nem hoztam létre, de látható rengeteg dolgot bizony alapvetően csoportokba osztva kapunk meg a Linux alatt, ilyenek például a CronTab használata, a CD-ROM használata, vagy az előbb emlegetett floppy használata, vagy esetlegesen tegyük hozzá a sudójog használata, azaz láthatóan gyakorlatilag nagyon-nagyon sokféle csoport van. A user a usereket tartalmazza, én hozzám fölvehetnénk a Laci csoportba valaki mást is, és akkor egy csoportot alkothatnánk, és a csoportban megosztott dolgokat láthatnánk. Nagyon egyszerű. Nagyon egyszerű a dolog, általában nem kell ehhez hozzányúlni, de hogyha valami nem működik, akkor vélhetően az a probléma, hogy ahhoz a csoporthoz nem vagy te hozzá társítva, azaz, hogyha nincs sudójogod, akkor természetesen bele kelled magadat tenni, ha van ehhez jogosultságod, tehát van emelt jogos jogosultságod a sudók közé. Vagy belépsz, mint root, vagy felkeresed a rendszergazdát, megmagyarázod neki, hogy miért szeretnél te sudozni, azaz a lehetőségek szétosztása nagyon egyszerű. Itt igazából teendőnk nincs. Menjünk tovább. A következő fülön természetesen azt adjuk meg, hogy ki milyen csoportba tartozon. Itt először ki kell választani azt, hogy kiről beszélünk, legyen a Laci. Ez én vagyok, mivel most root jogom van, bármilyen csoportba be tudom magamat tenni. Alapvetően azt kell tudni,
hogy nem azért tartozik valaki a csoportba, vagy nincs bent a csoportba, mert valami gonosz erő őt diszkriminálja, vagy éppen protekciós. Azokat kell betenni egy-egy lehetőség, azaz egy csoportba, akinek ott helye van. Erre mindenképp figyeljünk, hiszen azért vannak a csoport szétosztások, a csoport lehetőségek, hogy szabályozzuk ki mihez és hogyan férhet hozzá. A következő dolog, ami számomra fontos, természetesen a szkennert tudom használni, és itt van a floppy. Na hát a floppyt kivettem, mert nincs a gépen floppy. Ennyi. Ha véletlenül nem tudsz nyomtatni LPT admin, ha véletlenül például nem tudsz szkennerni, a szkennerbe beleférsz vagy nem férsz bele, hát ha nem fértél bele, akkor vagy, ha van ehhez jogod, van root jogosultságod, akkor be tudod pipálni, ha pedig véletlenül, hát más gépét használ, akkor megkérdez, hogy légy szíves beletenni a szkenner csoportba. Azaz, figyeljünk arra, hogy a csoportbeosztásokat villámgyorsan szét tudjuk osztani, meg villámgyorsan el is tudjuk venni, és miután a sajátomat leokéztam, kivettem magamat a floppyból, akkor megnézzük, mi az alapbeállítás. Alapbeállításként hozzáfér az emberke, a tesztemberke, az audiohoz, a CD-ROM-hoz, hát ilyen nincs benne a gépenben, de jó, hogyha be van pipálva, hozzáférünk, mert hogyha külső CD-ROM-ot hozzácsatolunk, akkor nem biztos, hogy tudunk rá írni, vagy arról olvasni. Akkor a floppy, hát floppy rajta van, nem lesz rajta, kipipáljuk onnan. LPT nyomtatni tud, akkor tud szkennerni az ember a saját csoportjába, tehát a saját néven lévő csoportjába, a tesztcsoportba beletartozik, és van sudójoga. Ha te egy biztonsági felhasználót hozzol létre, és szeretnéd későbbiekben, hogy hát hozzáférjen egy-két dologhoz, akkor jó, hogyha bepipálod, bár itt az MX Linux alatt, ahogy láttad, egyértelműen megkapja az ember a sudójogot, ha olyat hozol létre, mondjuk a gyereknek, vagy szomszédnak, aki időnként használja a gépedet, vagy akárki vendég felhasználónak, annak azonnal ki kell kapni a sudójogot, a szkennerjogot, nyomtatási jogot, aztán kész, hallgathat zenét, nézhet videót, meg egyéb ilyen dolgokat, tehát internetezhet is hozzáférhet, de igazából nem kell neki sudójog, meg szkennelési jog, meg egyéb, ezeket szépen ki kell kapkodni, és utána ahhoz fog hozzáférni, amit te megengedtél neki, végig kell nézni, inkább azt mondom, hogy melyik csoportnak milyen jogosultsága van, mit takar ez a név, ha ezzel komolyabban szeretnél foglalkozni, utána kell nézni, meg kell nézni, hogy mi az, ami engedélyez, nem engedélyez, mi a csoportnak a funkciója, és utána el lehet dönteni. Alapvetően, ha a géped megy, minden funkciója jó, akkor ehhez nem kell hozzányúlni. Arra mindenképp érdemes figyelni, hogyha rosszul állítasz be valami csoport lehetőséget, kiveszel olyat, ami szükséges, vagy össze-vissza beixelsz, bepipálsz itt olyat, amire nincs szükség, vagy gondot okoz, akkor a rendszered megtörhet, tönkre mehet a felhasználói lehetőséget. Ilyenkor kettő dolog lehetséges. Létrehozol saját magadnak még egy felhasználót, és utána természetesen azt használod, ha van ehhez jogosultságod, vagy ahogy itt mondja, vissza tudod állítani az eredeti beállításokat. Bár az eredeti beállításokat vissza tudjuk állítani, én azt mondom, hogy erre ne nagyon támaszkodjunk, működik természetesen, de elvesznek a saját beállításaink. Azaz, hogyha valamit nagyon-nagyon szépen beállítottunk, és utána még valamit akarunk, és nagyon tartunk attól, hogy az nem lesz jó, akkor mi a feladatunk? Ott van a copy sync, létrehozol egy tartalék felhasználót, átszinkronizálod a saját fiókodat, és utána azon kipróbálsz mindent, és ha tetszik, megtartod, ha nem tetszik, nem tartod meg. Amire figyeljél, és egy kis rendszer elmélet meg egyébre szeretném felhívni a figyelmet, itt írja a help, hogy hol vannak azok a fájlok,
azok a konfigurációk, amiket vissza tud állítani. A SQL-ben vannak. A SQL, a etc per SQL.config könyvtárba lévő dolgokat jelenti. Azaz, gyakorlatilag innét kapja az új felhasználó a beállításokat. Tehát ezek az alapbeállítások. Ha oda mész és benézel ebbe a könyvtárba, megnézed, milyen konfigurációs fájlok vannak, mit tud visszaállítani, akkor már egyértelműen tudod, hogy mi az, amit visszaállítasz, és mi az, amit nem fogsz tudni egy beállítások visszaállítása című dolog mentén megcsinálni. Azaz erre mindenképp figyeljél, hogy nem csoda fegyver, de nagyon kényelmes, hogyha valamit elrontottál, de megvan a veszélye annak, hogy bizony az összes beállításodat, mármint ami ott a SQL-be bent van, azokat irgalmatlanul felülírja alapbeállításra. Azaz, hát jobb a mentés, mint a felülírás. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, nagyjából ennyit szerettem volna elmondani, összefoglalva. Az összes felhasználó kezelés, másolás, létrehozás, törlés, csoportba való berakás és a csoportból való kivétel az megoldható grafikus felületen is. Kényelmes a grafikus felület, hiszen az előbb láttuk azt, hogy csak be kell pipálni, hogy melyik csoportba szeretnénk berakni az embereket, vagy melyikből kellene kivenni. Azaz nem kell gondolkodni azon, hogy a szkenner az hogyan van írva, vagy éppen milyen néven van az a csoport, és keresgélni, persze terminálból is ki lehet ezeket listázni, hanem egyszerűen villámgyorsan be lehet pötyögni, hogy mi kell és mi nem kell. Megbeszéltük azt, hogy lehet másolni is felhasználót, nem csak, hogy is mondjam, egyiket beállítjuk, és utána megyünk a másikat beállítjuk témára. Hoztam egy-két gondolatot arra, hogy ennek van létjogosultsága, hiszen egy probléma agyon konfigurálod, és utána nem indul. Probléma előfordulhat bárkivel, vagy esetleg csak sokkal csúnyább lesz a beállítás, nem működésbeli, hanem szépészeti vonalon tönkrevágod a kinézetet, akkor nem kell ott húzkodni, hogy itt állítottam, ott állítottam, jaj, itt mi volt az eredeti, át tudsz menni a tartalékbeállításokra, és azt visszamásolni esetleg a saját rendszeredre, vagy ott folytatni a beállításokat. Jó egy tartalék, jó egy teszt felhasználó, mert utána kényelmesebben, bátrabban állogatod a dolgokat. Miért? Már úgyis tudod, hogyha elrontod, akkor semmi gond nincs. Azt a felhasználót letörlöd, és utána az eredeti sajátod még mindig megmaradt. Sziasztok, sziasztok, és jó állogatást kívánok mindenkinek. Sziasztok!